Tisztelt kongresszus, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az igazság azt követeli, hogy a legerősebb igazságot kövessük, mert az igazság erő nélkül tehetetlen. Az erő igazságosság nélkül zsarnoki. Ezért kell egyesítenünk az igazságot az erőssel, és az erőst az igazságossal. Hogy az, ami erős, igazságos, és az, ami igazságos, mindig erős legyen. Kedves barátaim, nem hiszem, hogy volna helyesebb és pontosabb idézet, amit ezen a napon, amikor a Jobbik konzervatívok pártá alakulásának 20. évfordulóját ünnepeljük, mondanék nektek. A híres matematikus és filozófus Blaise Pascal ezen pár sora ugyanis maga az eszenciája annak, hogy mi a mi küldetésünk, mi az, ami 20 éve arra sarkal minket, hogy minden kihívással szembeszálljunk, és tűzön, vizen át képviseljük értékeinket, és képviseljük azt, ami a kezdetektől fogva célunk volt. Egy következetesen jobboldali, keresztény értékrenden alapuló politikát. A Jobbik konzervatívoknak, a mi közösségünknek ugyanis lelke van. Ebben vagyunk másmilyenek, ebben vagyunk többek, mint a többi párt, ami jelenleg Magyarországon létezik. Mi ugyanis nem liberálisból lettünk konzervatívok, nem kommunistából lettünk demokraták. És az európai értékeinket sem valami lila kötként képzeljük el. Mi mindig is azok voltunk, akik most vagyunk. Jobboldali, konzervatív, keresztény értékrendet követő és nemzetben gondolkodó magyar emberek. Ez a mi igazságunk, és ez a mi erőnk is egyben. Ezért lehet az, hogy annyi nehézség, annyi megpróbáltatás és küzdelem után ma itt vagyunk, és közösségünk 20. születésnapját ünnepelhetjük. 20 év egy ember életében sem rövid idő, hát még egy politikai közösségében. Ha most visszatekintünk arra, mi minden történt attól kezdve, hogy néhány tucat lelkes fiatal 2003. októberében azt mondta, hogy a Fidesz álnemzeti és álkeresztény lózungjai helyett valódi, értékelvű politikára van szükség a jobb oldalon, akkor könnyen mondhatjuk, hogy tulajdonképpen semmi, mert most is éppen ez a helyzet. A pesszimista megközelítés mindehhez az, hogy jól meglátszik ebből, hogy a jelenlegi politikai elitek hová voltak képesek kormányozni Magyarországot az elmúlt évtizedekben. Az optimista megközelítés viszont az, kedves barátaim, hogy a Jobbik konzervatívok feladata és küldetése egy cseppet sem fakult meg az évtizedek során. Mi nem az a párt vagyunk, amelyiknek annyi a feladata, hogy néhány belterjes baráti társaságot elszórakoztasson, vagy hogy kiszolgáltatott embereket riogasson. Nekünk hitünk, feladatunk és küldetésünk van. Persze, ahogy egy gyermekből felnőtt ember lesz 20 év alatt, úgy a mi közösségünk is alakult, fejlődött, és merem remélni, hogy a korral bölcsebb is lett egyúttal. Megvolt nekünk is a maga dackorszaka, megvoltak a kamasz éveink. És bizony velünk is megesett, hogy úgy éreztük, hogy forró fejjel, kemény jelszavakat kell világgá kiáltanunk. Aztán jöttek az egyre nagyobb kihívások, mi pedig formálódtunk, alakultunk és egy felelős politikai pártá értünk, magunk mögött hagyva a forró fejűséget. Vicces, vagy inkább szánalmas, hogy pont azok vádolnak bennünket hiteltelenséggel, akik voltak már mindenek. Ifjú kommunisták, soros ösztöndíjas, antiklerikális liberálisok, aztán keresztény polgári konzervatívok, majd populista illiberálisok. A mi hitünk az igazságunkban és az értékrendünkben viszont mindvégig megmaradt. Még ha az idő és a tapasztalat le is koptatta róla a komolytalan gondolatokat, és hozzá is adott sok olyan szempontot, amelyeket fiatalabb korunkban néha szerettünk figyelmen kívül hagyni. A politikában és a szerelemben nincs mindig, és nincs soha,
mondta Antal József, Magyarország miniszterelnöke. Én mégis azt mondom nektek, hogy mi soha nem fogjuk megtagadni 1956 szellemét, és mindig, minden körülmények között, minden porcikánkkal ennek a hazának a szabadságáért, nemzetünk jólétéért, annak elnyomása és kizsákmányolása ellen fogunk küzdeni. Mi sem mutatja jobban, hogy a jelenlegi hatalom számára a mi politikai közösségünk jelenti a legnagyobb veszélyt, mint az, hogy az egykori ifjú kommunisták által rákosító jól megtanult szalámi politikájának következményeként mára közel fél tucat szatellitpártot alapított a Fidesz a nálunk árulásukkal megbukott és közülünk kitaszított emberek által. Az pedig, hogy 20 év alatt immár a világ számára is egy komoly, mértékadó, jobboldali és konzervatív közösségé váltunk, jól mutatják a legutóbbi nemzetközi sikereink. A nyár folyamán beadtuk a tagsági kérelmünket Európa egyetlen deklaráltan keresztény értékrendű pártcsaládjához, az Európai Keresztény Politikai Mozgalomhoz, amely pár hete felvett engem is a tagjai közé, decemberben pedig immár a Jobbik konzervatívok tagságáról is megszülethet a döntés. Óriási lépés ez, hiszen immár nem vagyunk egyedül a világban. Vannak partnereink Európa szerte, akikkel együtt tudunk lépni a számunkra fontos értékek képviseletében. A pártcsalád tekintetében tehát teljesül az, amiről hosszú idő óta álmodunk, és az igazságunk mellé most végre erőt is sikerült tennünk. Ám az erőre bizony máshol is szükségünk lesz, hiszen számos kihívás áll hazánk és közösségünk előtt is. Engedjétek meg, hogy először Magyarország helyzetéről szóljak. Távol áll tőlem az, hogy nagy szavakkal dobálózzak, de Magyarország helyzete mára igencsak kritikussá vált. Nem csak politikailag, hanem társadalmilag is. Azt már régóta tudjuk, hogy a Fidesz célja az, hogy szembefordulva Szent István királyunk akaratával, királyaink és nemzeti hősök sorával, szembeköpve 1956 szellemét, hazánkat a nyugati világból kiszakítsa, és a keleti despoták világába vezesse át. Nem újdonság számunkra, hogy Orbán minden megszólalásával azt készíti elő, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, és aztán orosz és kínai segítséggel egy valódi egypárti diktatúrát építsen ki. Amikor Hegyeshalomnál, sőt, most már Komáromnál is újra sorban álltok a határon, amikor egyetemistaként nem kaptok külföldi ösztöndíjat, amikor már a boltokban is a kormány propaganda plakátjait veszitek észre, akkor ennek a folyamatnak az első jeleit látjátok. És higgyétek el, hogy sajnos tud ez még rosszabb, de sokkal rosszabb is lenni. De ezt már látjátok, láthatjátok, érzitek, hiszen minden politikai cselekedetnek megvannak az emberek életére ható, minden napjaikban megjelenő következményei. A mostani kormány politikájának a következményeit, a rekorder inflációt, az élelmiszerek drágulását, a kommunista ársapkák miatti áruhiányt minden magyar ember megtapasztalhatta. Ám most már nem csak erről van szó. Nem csak a politikáról van szó, hanem egy sokkal gyalázatosabb, aljasabb tervről, ami talán az elmúlt 1000 év összes árulását alulmúlja, és amelyet a Fidesz éppen most készül végrehajtani. Ez pedig a magyar lakosság elüldözése és lecserélése olcsó ázsiai bérrabszolgákra. Eddig ugyanis jöhetett akármilyen elmebeteg, embertelen diktatúra, akármilyen a lakosságot terrorizáló rezsim és megszállás, azok a megszállók és azok a diktátorok a magyar emberek fölött akartak uralkodni. Orbánék viszont maguk is tudják, hogy a magyar alapvetően szabadságszerető nép. Ideig, óráig talán sikerül nyomorba taszítani, sikerül vele diktátorokat dicsőítetni, de aztán fellázad és visszaköveteli szabadságát, ahogyan azt 1956-ban is tette. Ezért a Fidesz egy új tervet eszelt ki. Minek kéne erőszakkal visszatartani azt, aki elégedetlen?
menjen el, és éljen ott, ahol jobban megfelel neki. Helyette meg majd behozzuk az ország új lakóit, akik nem kívánnak szabadon élni, nem kívánnak egyelőre a politikába beleszólni, viszont hajlandóak embertelen körülmények között nyomorogva olcsón dolgozni és robotolni. Ez az orbáni lakosságcsere terve, ez az, amit ez a szégyentelen rezsim most végrehajt az országon. Miután évekig más sem hallottunk, mint migránsozást, meg a nemzeti büszkeség védelmét, most új jelszó van. A magyar ember elmehet, az ázsiai ember meg bejöhet a helyére. Kedves barátaim, ez bizony úgy hívják, mert nevezzük nevén, hogy nemzethalál. Ha ezt a tervet Orbánék véghez viszik, akkor Magyarország elveszik. Nem lesz többé Magyarország, csak egy kizsákmányolt, elszegényedett ország, kínai akkumulátorgyárak által megmérgezett földekkel és vizekkel, és ki tudja honnan idehívott, betelepített, éhbérén robotoltatott, szerencsétlen migráns munkásokkal. És ez csak a mi pártunk, a Jobbik, és ez ellen csak és kizárólag a mi pártunk, a Jobbik konzervatívok emeli fel a szavát. A Fidesz által irányított jobboldali pártoknak most nyilván nem osztottak lapot. A baloldaliak és a liberálisok meg vagy zavartan hallgatnak, vagy egyenesen nekünk támadnak, azt állítva, hogy rasszisták vagyunk, amiért nem kérünk az ázsiai migráns munkásokból. Kedves barátaim, én nem tudom, hogy milyen baloldaliság és milyen liberalizmus az, ahol teljesen rendben van az, hogy a világ másik feléről a közösségükből kiszakítva idehoznak 500 000 embert, aztán éhbérén robotoltatják őket 4 műszakban. Szerintem, aki ezen felháborodik, az nem rasszista, hanem csak van lelkiismerete. Szerintem, aki azon felháborodik, hogy mindeközben pedig a magyar emberek számára már nincsen a vidéken értelmes munkalehetőség, az nem idegengyűlölő, hanem csak van realitásérzéke. Kár, hogy a magyar ellenzék többi részének úgy tűnik, hogy csak ködös elméletei vannak, de sem lelkiismerete, sem realitásérzéke nincs. Ránk viszont ez a tény most még nagyobb felelősséget ró, hiszen ahogyan olyan sokszor a pártunk történetében, ismét a Fidesz és a baloldal ellenében kell kivívnunk azt, hogy Magyarországon a magyar emberek megélhetése és gyarapodása legyen az első helyen. De mi nem ijedünk meg ettől. A kormányt az elmúlt hetekben egyszer már meghátrálásra kényszerítettük, vissza kellett vonniuk a migráns munkásokról szóló törvényt. És ha kell, mi újra és újra meghátrálásra fogjuk őket kényszeríteni. Újra és újra fel fogjuk hívni a figyelmet arra, hogy miközben Orbán arra hivatkozva vezeti ki Magyarországot Európából, hogy a migránsoktól akar minket megvédeni, valójában ez a kormány az, aki ellen az EU már kötelezettségszegési eljárást is indított a migráció támogatása miatt, ugyanis ma Magyarországon az elítélt embercsempészeket egyszerűen szabadon engedik a börtönökből. Fel fogjuk hívni arra a figyelmet, hogy Orbán ma már nemhogy nem plakátolja tele az országot magyarul azzal, hogy ki nem veheti el a magyarok munkáját, hanem maga hívja be az ázsiai migráns munkásokat az országba. Kedves barátaim! Az igazság nálunk van. A nemzet lelkiismerete ismét mi, a Jobbik konzervatívok közössége vagyunk. Viszont ahhoz, hogy az igazságot érvényre is tudjuk juttatni, szükségünk lesz erőre. Jövőre két sorsdöntő választás áll előttünk. Az egyik, az európai parlamenti választás döntő lesz abban, hogy Magyarország milyen úton megy tovább. Európa része marad, vagy még jobban az ázsiai diktátorok felé fordul. A Fidesz már lázasan készül arra, hogy az EP választás eredményét arra használja majd fel, hogy még jobban elforduljon Európától. Nekünk viszont ezt meg kell akadályoznunk. Jobboldali, konzervatív pártként nekünk kell továbbvinnünk Szent István király, nemzeti nagyjaink és az 1956-os mártírok szellemét, és nekünk kell kimondanunk, hogy Magyarország helye Európában, a nyugati világban van.
az Európai Unió nagy változások előtt áll, és aki kimarad, az lemarad. Hosszú időre, talán évszázadokra. Én azt szeretném, ha most erőt tudnánk mutatni, és azt szeretném, ha elmennétek az emberekhez, és elmondanátok nekik, hogy most rajtuk múlik, hogy a magyar emberek egy szabad világban fognak élni, vagy ismét választaniuk kell majd a hazájuk és a boldog élet között, mint oly sokszor a történelmünk során. Ám most nincsen idegen megszállás, mi magyarok fogunk dönteni. A mi felelősségünk, a ti felelősségetek is, hogy helyes döntés szülessen jövő nyáron. A másik, az önkormányzati választás pedig döntő lesz abban, hogy folytatódik-e a fideszes kiskirályok uralkodása a vidék felett, sőt, hogy esetleg a nagyvárosokra is kiterjeszthetik-e rémuralmukat. A magyar falvakban már tudják, mit jelent teljes alávetettségben élni. Már látják, milyen az, amikor a helyi fideszes hatalom beférkőzik mindenki magánéletébe, és még a gondolatait is ellenőrizni akarja. Sajnos sokan már csak legyintenek erre is, és azt mondják, hogy így volt ez régen, most sem lehet ez másképp. A mi felelősségünk, a ti felelősségetek is elmenni hozzájuk és elmondani, hogy de igenis lehet másképp, hiszen Magyarországot leszámítva egész Európában másképpen van. És nektek kell elmennetek a városokba is, és figyelmeztetni őket arra, hogy a fideszes gőzhenger senkit sem fog megkímélni. A Fidesz sikere egyet jelent azzal, hogy megpróbálják majd, hogy meg fogják próbálni majd kiterjeszteni a totális ellenőrzést a városokra, a nagyvárosokra is. A Fidesz sikere, és ezt még sokan nem értik, egyet fog jelenteni a minőségi munkahelyek megszűnésével, a kínai tőke beáramlásával. Csak hogy a kínai gyárban nem a magyar városok képzett lakosságaira számítanak majd, hanem a világ másik feléről ide rángatott migráns munkásokra. El kell hát mennünk az emberekhez, és el kell nekik mondanunk mindezt. A mi pártunk ereje mindig is a tagságban és az országos szervezettségben rejlett. A következő kampányban sem lesz ez másképp. De nem elég mindössze annyi, hogy elmegyünk az emberekhez és beszélünk hozzájuk. Meg is kell szerveznünk őket, mert a jelenlegi rezsim legnagyobb ellensége a jól szervezett emberek tömege. Ők egy atomizált, szétesett társadalmat akarnak látni, ahol az emberek nem beszélnek, legfeljebb üvöltöznek egymással, és ahol mindenki retteg és a Fidesztől várja, hogy megmentse. Mi, a Jobbik konzervatívok nem ilyen társadalomban hiszünk, és nem ilyen társadalmat akarunk építeni. Mi nem az emberek frusztráltságából akarunk hatalmat szerezni, mert nem akarunk másmilyen országot építeni, mint amilyenben mi magunk is élni szeretnénk. Nekünk ugyanis Magyarország nem egy leigázandó terület, hanem a hazánk. A mi célunk nem a hatalom önmagáért, hanem az, hogy egy jobb Magyarországot hagyjunk az utánunk jövő nemzedékekre, mint amilyen nekünk jutott. A mi feladatunk nem csak annyi, hogy felrázzuk az embereket. Cselekvésre is kell sarkalnunk őket, meg kell szerveznünk őket. Minél több a valódi polgári, jobboldali szellemet képviselő társaság, egyesület működik az országban, annál közelebb vagyunk ennek a rezsimnek a végéhez, és annál közelebb vagyunk Európához. Mi nem a lebutított tömegekben, és nem az éhbérért robotoltatott migráns munkásokban hiszünk, hanem az öntudatos magyar polgárokban, akiknek van önálló véleményük, és akik tenni kívánnak azért, hogy a véleményüket érvényre is juttassák. Az igazság tehát nálunk van. Most az a feladatunk, hogy ötvözzük az igazságunkat az erővel, hogy aztán az igazságunkat győzelemre is tudjuk vinni. Sajnos mi magyarok messze földön híresek vagyunk a pesszimizmusunkról. Itt előttetek pedig nincs okom arra, hogy ne legyek őszinte, ezért őszintén el kell mondanom, hogy úgy látom, hogy a mi közösségünket ez a kor, a borúlátás korja különösen sújtja. Sok-sok korábbi választás idején éreztem úgy, hogy csak beszélünk a győzelemről, de valójában elképzelni sem tudjuk, hogy milyen is volna.
álmodozunk a céljaink megvalósulásáról, de gyakran érzem úgy, hogy magunkban már mintha le is mondtunk volna róla. Én viszont azt szeretném, ha ez a közösség, a Jobbik konzervatívok egy erős, büszke és optimista közösség lenne, amely hisz a saját sikerében, és hisz abban, hogy a saját ügyét győzelemre is tudja vinni, mert megvan a tehetsége és a szorgalma is hozzá. A februári évadnyitón arra kértelek benneteket, és most még jobban arra kérlek, ne azok társaságát és szimpátiáját keressétek, akik csak veszíteni tudnak, és akikből csak a panasz árad, a segítséget tőletek követelik, tenni viszont nem tesznek semmit. Az olyanok nem a mi közönségünk, az olyanok Orbán rendszerének támaszai. Nem az elitizmus szól belőlem. Keresztény értékrendünknek bizony sarokköve a szolidaritás. Fogunk tenni a szegényekért és elesettekért, de meg kell értenetek, amikor mi magunk is nyomás alatt vagyunk, amikor mi magunk is nehéz időket élünk, nekünk felfelé kell tekintenünk. Fogunk segíteni azokon, akiknek a hangja sehol sem hallatszik? Igen, ha lesz hozzá hatalmunk, de most nincs. És ahhoz, hogy legyen, nem azokra van szükségünk, akik a napokat számlálják a nyugdíjig, hogy megpihenhessenek. A győzelemhez fáradhatatlan, erős emberekre van szükség. Akik nem azt kérdezik tőletek, hogy mikor mehetnek nyugdíjba, meg mikor kaphatnak tőletek ingyen valamit. A győzelemhez azok az emberek fognak benneteket hozzásegíteni, akik azt kérdezik, hogyan tehetek többet, hogyan dolgozhatok többet, hogyan lehetek jobban ennek a közösségnek és ennek a hazának a javára. Én azt szeretném, ha a Jobbik konzervatívok azoknak a pártja lenne, akik mernek terveket szőni, és belemernek vágni azok megvalósításába. Én azt szeretném, ha körülöttünk erős emberek lennének, akikkel együtt építeni tudjuk ezt az országot és ezt a nemzetet. Értelmiségiek, vállalkozók, elismert mesteremberek, az életben jól helytálló emberek. Ők ugyanis Magyarország jövője, és tőlük fél ez a rendszer a legjobban. Ezért azt kérem, hogy a következő választásokig őket gyűjtsétek magatok köré, a többi pedig menni fog magától. Arra kérlek titeket, hogy képzeljétek el, hogy jövőre ugyanekkor, egy sikeres EP választással, polgármesterekkel, jól szervezett helyi hálózatokkal a hátunk mögött azt mondhatjuk, a Jobbik konzervatívok egy egyre erősödő párt. És képzeljétek el azt is, hogy mindez lehetséges, és nálunk lehet nem csak az igazság, de az erő is, mert az igazság erő nélkül tehetetlen. Az erő igazságosság nélkül zsarnoki. A mai nap után pedig vágjatok bele a munkába, és legyünk egy erős közösség, amely a nehézségeket legyőzi, az országot pedig felvirágoztatja. Helyettünk más ezt úgysem fogja megtenni. Ez a mi küldetésünk, ez a Jobbik konzervatívok feladata és küldetése, amely a mi közösségünk lelkébe van írva. Ne feledjétek, hogy feladatotok van, és ne riasszon meg benneteket az, hogy a Fidesz mivel jön szembe, hiszen mi, a Jobbik konzervatívok 1956 forradalmárainak az örökösei vagyunk. Pár nap híján, pont 20 évvel ezelőtt, Pongrácz Gergelytől kaptuk a lyukas zászlót, és ahogyan 1956 forradalmárai sem féltek semmitől, úgy mi sem fogunk. Féljenek csak a moszkvai kommunisták szolgálói éppen úgy, ahogy 1956 októberének végén tették, mert mi nem fogjuk feladni a saját hazánkat. Tudjátok, hogy mit kell tennetek. Munkára fel a haza és a nemzet szolgálatában. Köszönöm, hogy meghallgattatok.